Köszöntök mindenkit, én Nitrom vagyok, és ez itt a The Sims 3 természetfeletti erők első része. Eztet már tudhattátok már elég régen, hogy én eztet a sorozatot el fogom kezdeni, Facebookomra is tettem, meg már beszéltünk róla egy-két videóban. És azért, hogy eztet elkezdtem, annak számos oka van. Az egyik ok az az, hogy akartam egyszerre három videót hetente kiadni a csatornámon, és megint vissza akartam térni ehhez a rezsimhez, meg hát az is, hogy ki szeretném próbálni eztet a kiegészítőt. Már régenben játszottam ezzel a kiegészítővel, de én most úgy gondolom, hogy most van a megfelelő pillanat, hogy ezt sorozatba is felvegyem, és veletek együtt próbáljuk ki. Szóval a város, amit ehhez a kiegészítőhöz adtak, a neve Moonlight Falls, szóval olvasunk el róla valamit. Párát lehelő vízeséseivel, sűrű erdeivel és ködbe burkolózó hegyormaival. Moonlight Falls azonnal elvarázsol minden látogatót. A város évszázadokkal ezelőtt alapította két bevándorló család. A szokatlanul hosszú életű napfény kerülő Fangok klán és a büszke Wolf família, amelynek tagjaira igencsak furcsa hatást gyakorol a telihold. Csak hamar különös, látszólag varázslatos erdőlakók csatlakoztak hozzájuk. A város különleges elixírjeitől is közismert. Ezeket olyan növényekből, drágakövekből és ásványokból készítik, amelyek csak a világ egy csendes, félreeső zugában találhatóak meg. Egyes hozzávalók kizárólag éjjel gyűjthetőek be, ám csak az igazán kalandvágyó szimeknek ajánljuk, hogy éjszakánként a szabadban bolyongjanak, egyesek szerint a holfében teljesen más a világ. Szóval érdekesen hangzik ez az előszó, szóval én el is kezdem, és miután betölti a várost, vissza is tértem, és szépen elterül előttünk Moonlight Falls városa. Szóval most egy picit így átszemléljük ezt a várost. Hát ahogy látom, elég nagy területen terjeszkedik el ez a város. És elég sok itt a fenyőfa. Meg is mondhatom, hogy ez elég szép ház. Szóval én rámegyek a város szerkesztésére. A szimeket már ismerhetitek a Facebook oldalamról, mert feltettem őket oda, és hát itt is vannak, és beköltöztetem őket már egy olyan házba, ahol már valaki lakik. Mondjuk ebben. Ez 5 hálószobás, 3,5 fürdőszobás. Jó, még nézzünk valamilyen házat. Ez 3 hálószoba, hát mi 4-en vagyunk amúgy, de hát nem baj. Ez 5 hálószobás volt. Ez Ivy, ez 4 hálószoba, 4,5 fürdőszoba. Ez 2 hálószoba, semmi. Most vagy ez. De én inkább ezt venném ki. Szóval, megfogom. Én visszatértem, adódott egy pici hiba. Szóval én inkább nem tudom most melyiket vegyem ki, mert ennek a költségvetése. Még ennek a költségvetése. Nem akarom most olyan rögtön, most gazdagok legyenek. Jó, hát ebben elegen laknak, ahogy látom. Én kiveszem, nem érdekel eztet itt. Vagy nem veszem ezt ki. Nincs más ház, ahol laknak. Na jó, egyefednek kiveszem eztet. Megfogom és egyesítem velük. És azokat persze kiveszem. És akkor lehet, hogy most, ha lesz rá kedvem, vagy a második részbe átcsinálom a házat.
ha már van egy pici pénzünk így. Na, feldolgozza. Na, meg lesz az. És megint meg szeretnélek titeket kérni egy dologra, mint múltkor, és az a dolog nem más lenne, mint az, hogy mikor valamelyik sorozatot befejezem, majd az még elég sokár lesz, hogy megint visszatérek-e a Szigetvilághoz. Szóval írjátok be kommentbe, hogy igen, vagy nem, köszönöm. Na, most szétválasztom a háztartást. Aki nem ide való, azt kiveszem. Jó, ezek már mik vagyunk, és átnevezem. Hú, hát lesz pénzünk, az nem kevés. És miután el is mentem, rögtön is kész lett. Na, szóval én átváltok mindjárt a háztartásra. Csak visszatérek a játékbeállításokhoz. Na, háztartás kiválasztása, ez kiválasztom. És indulás befele hozzájuk. Na, én vissza is tértem, be is töltötte a családot elég jól, és jelezte nekünk, hogy hol van a klímakő, ami most ebbe a sorozatban nagyon fontos lesz. Most nem tudom pontosan, hogy hol van. Igen, most születik valahol meg. Csak azt nem tudom, hogy hol pontosan. Hát majd lehet később megtudjuk. Na jó, menjünk vissza a házhoz. És ahogy néztem, elég jól be van rendezve. De persze az én sajátom szerint én berendezném. Szóval én visszatérek, miután berendeztem. Na, én visszatértem, és be kell jelentenem azt, hogy azután, miután ott mindent eladtam, a teljesen újraépítettem a házat, és maradt egy csomó pénzünk. Hát most már nem, de akkor igen, és teljesen újraépítettem a házat. És ebbe a részben most csak eztet szeretném bemutatni, illetve a szimeket. Szóval most mutassuk be először a házat, és aztán a szimeket. Na, szóval kívülről így néz ki a ház. Három emeletes, vettem egy autót is, egy Empire Phantomot, meg itt hátul van egy kis tavacska, meg pár fa, majd még itt lehet még valaki, valamiért még van egy elég nagy hely. Na, itt az előjen erkélyem, picit lemegyek most már. Na, szóval itt az erkélyen tettem egy ilyen széket, ez ebből a kiegészítőből van, és tettem egy ilyen kis tündérházat Fibinek. Na most akkor induljunk befele a bejárati ajtón. Mikor bejövünk, itt látunk egy varázstükröt, szóval ez itt az előszoba. Itt van Markónak egy nagybőgő, meg illetve itt van Kamperec Karola. Ez is ez a kiegészítőhöz tartozik. És még itt van Dereknek egy piano. Na most szépen lassan indulunk befele a mi kis dolgozószobánkba. Szóval itt van Dawnnak az alkímia készlete. Itt van több ilyen varázsló cucc, szóval ez az ő kis tére. Aztán itt van egy kőtörő, drága kőcsiszolásra való gép. Aztán ez is ebből a kiegészítőből van, ebbe lehet majd ültetni. Majd Phoebe fog belőle valamit ültetni. És itt van az elvarázsolt gumicukorfa, ami szintén ebből van. Meg még ez a minden tudó labda. Szóval ennyi van itt ebbe a szobába. Most induljunk be a nappaliba, a tévészobába. Ez így néz ki. Szerintem elég jól sikerült. A színek nagyon jól játszanak ebbe a házban, meg ebbe a térbe. Na most szépen indulunk a konyhába, amit ilyen zöldes, feketésre csináltam.
És innen szépen át is menjünk az étkezőbe. Persze itt van kijárat. Szóval ez pontosan így van itt megcsinálva. Szóval ez volt az első szint. Induljunk a második szintre, ami már lakószint. A második szinten található egy ilyen kék fürdőszoba, ahova tettem szárítót és mosógépet. Ami nem ez a kiegészítőhöz tartozik, de úgy gondoltam, hogy ez ide való. Meg hát ide egy ilyen pici előszobát csináltam, hogy feljövünk itt a csigalépcsőn. Na most akkor indulunk az egyik már hálószobába. Ez a Tinkerbell hálószobája. Ilyen rózsaszínre és ilyen türkizretét csináltam az ágyat. Persze tettem ide a piszkos ruháknak egy döbönyt. Szóval ez az ő szobája. Tettem neki ide, hogy majd gyakorolja a festést. Szóval igen. Na most indulunk Derek szobájába. Ami ilyen. Tettem ide egy akváriumot. És Derekne tudtásommal kutyabolond, ezért lesz majd egy kutyája, és elkészítettem neki is itt a kis sarkot. Na, szóval ez volt a második szint. Indulunk feljebb. Na, itt is csináltam egy előteret. Ide is csináltam, szóval igen. Ide is csináltam persze egy fürdőszobát, ez ilyen zöld, fás jellegű. Nekem nagyon bejön. Na és akkor most már indulunk Márkó szobájába, ahova nem szabad fénynek bejutni, ezért használtam ezeket a kisebb ablakokat, amin nem jön át a fény. Tettem Márkónak ide egy vámpír, vagyis egy ilyen koporsót, ahol fog aludni. Illetve egy csomó könyvet, meg az apjának a fényképét, meg satöbbit. Aha, és Márkó született szobrász, ezért tettem neki ide egy ilyen szoborkészítő dolgot. Na, hogy látom ezt a szobát, itt nem látni. Amit most megmutatok nektek. Hát, bocsánat, valami baj történt, mindegy. Megmutatom nektek a vásárlás módba. Szóval ez Dawn szobája. Ez ilyen kékesre csináltam. Ide persze megint tettem egy varázstükröt, egy ilyen smit. És Dawnnak lesz egy fekete macskája, aminek csináltam ide szintén egy sarkot. És persze ide ezzel a titkos ajtós könyves polccal kell átjutni, azért nem látni a szobát. És még ide tettem egy ilyen macska alomtálcát, meg egy játékot ide. Szóval nagyjából ennyi lett volna a bemutatás a háznak. És én megyek vissza, csak most adódott egy pici hiba. Na most már megoldódott. Na, szóval én indulok vissza, és mutatom be a szímeket, akiket már persze ismerhettek a Facebook oldalamról. Na. Szóval az első szímem, ő egy vérfarkas, ő Derek Sandstorm. Nézzük meg picit közelebbről Dereket. Na. Szóval ő itt Derek. Derek a természet feletti rajongója, éjszakai bagoly, autóbolond, buliőrült és kutyabolond, kedvenc zenéje a rockabilly, kedvenc étele a sült, mogyoróvajas banános szendvics, és kedvenc színe a piros. És az élet célja, hogy falka vezér legyen, szóval 40 ezert gyűjtögetni, és átváltoztatni 5 szimet. Nekem az egérrel most valami bajok, na mindegy. Indulunk a második színre, aki Dawn McLeod. Dawn a természet feletti rajongója, borongó, virtuóz, könyvmoly és macskabolond. Ő a mi kis boszorkányunk. Szóval ennyi. Kedvenc zenéje a sötétség hullámhossza, kedvenc étele a falafel és kedvenc színe a kék. Dawn
misztikus gyógyító szeretne lenni, meggyógyítani 12 szimet. Hajrá! Na, akkor indulunk a mi harmadik szimünkhöz, Markóhoz, aki egy vámpír, úgyhogy nem nagyon szereti a napfényt, ezért most valamiért besárgult, de ő inkább ilyen szürkés. Markó bátor, lázadó, avantgárd, fenyegyerek és született szobrás. Szobrász. Kedvenc zenéje a hip-hop, kedvenc ivóléve az nulla pozitív, vér, és kedvenc színe az élénk vörös. Szóval ő volt Markó. Most indulunk Phoebe Moonlighthoz. Phoebe Moonlight a mi tündérünk, még nem jelent meg a szárnya. Most már kezd. Na, szóval Phoebe a mi kis tündérünk, ő a természet feletti rajongója, természetbolond, született szakácsnő, környezettudatos és barátságos. Kedvenc zenéje a francia, kedvenc étele a palacsinta és kedvenc színe a türkiz. Phoebe varázslatos megszépülés, szóval 12... A virághozó varázslata felgyorsítani 20 növény fejlődését, és elérni a karizmai jártasság 10. szintjét. Na, szóval ezek a mi szimeink, 4000 pénzünk maradt, miután mindent megvettünk. Szóval ennyi nagyjából. Bemutattam már a házat is, és én köszönöm, hogy megnéztétek ezt a részt. Ha tetszett a rész, akkor nyomjatok rá egy lájkot, vagy írjatok egy hozzászólást. Nézzétek meg a többi videómat is, nem sokára várható a második rész is. Viszlát!